Sok szeretettel köszöntök mindenkit, engem Dobráni Lábodírinának hívnak, én Majáról érkeztem. Mi egy vízzel kapcsolatos, csodálatos dolgot találtunk külföldön, és hoztuk el a magyar embereknek. És erről igazából az ehhez köré épülő kultúráról szeretnénk nagyon röviden egy pár szót mondani. Az alapvető szemléletben Magyarországon a vízzel kapcsolatban, ugye mit tanultunk kémia órán, hogy kettő darab hidrogén molekulával és egy oxigénből áll a víz, mint szerkezete. De alapvetően a víz ettől sokkal, de sokkal több. Van egy japán kutatóorvos, úgy hívják, hogy Dr. Masaru Emoto, ez szerint, hogy már volt róla szó, és sokan hallottak róla. Ő 16 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon különleges kísérletet gondolt ki. Ugye minden víz cseppnek, illetve minden jégkristálynak más a szerkezete. Megfigyelte, hogy lefogyasztott a speciális labor körülmények között a vizet, és megnézte, hogy ez a víz ez bizony változik. Különböző információkat adott a víznek, például zenét hallgatott a vízzel, Vivaldinak a négy évszakát hallgatotta meg, gyönyörű tavasz, nyár, ősztél, látható a dián, hogy milyen szép lett a szerkezete a víznek. Ez azért nagyon fontos, amit most látunk, hogy amit látnak víznek a szerkezete, ez a normális, tehát a természetben található vizek, azok ilyen szép szabályos alakúak. Tehát a természet ezt találta ki nekünk. Ezzel szemben ugye a csapvíz, illetve a mi elérhető vizek, mindjárt meg fogunk mutatni, hogy hogyan néznek ki. De amiért fontos, hogy a víznek más egyéb információkat is adott Emoto, többek között például szavakat. És a szavakkal való rezgést mutatta meg, hogy a szavak hogyan hatnak a vízre. Például látszik a lélek és az erőnek a kristály szerkezete. A lélek az egy nagyon-nagyon szép, befogadó kristály szerkezete, és nagyon érdekes, az erő szó önmagában nem képes ezt a szép szabályos alakot felvenni. Illetve amikor negatív szavakat adott a víznek, akkor a negatív szavak hatására pedig széttöredezett lett. Itt egy nagyon sokkoló képet mutatok most. A mobiltelefont rátette vízre a Emoto. Megnézte azt, hogy előtte ilyen nagyon szép, szabályos alakú volt a víz, rátette a mobiltelefonra, és megnézte utána, mi történt a vízzel. Na most ez miért is fontos a mi gyakorlati életünkre? A mi testünk 70%-a víz, az agyunk nagyon-nagyon, ugye egy víztérben van szinte benne, tehát az agyunknak jelentős százaléka víz. Amikor mobiltelefonálunk, akkor ugye kérdés, hogy mi történik velünk, és milyen hatással van a mobiltelefon. Megfigyelt egyébként, hogy az ételek a mikrohullámú sütő hatására ugyanígy szétbomlanak, és ugyanígy felbomlanak. Ezek egyébként ilyen kémiai kötések szempontjából, és nem nagyon szeretnék belemenni, de ami a nagyon fontos, hogy amint látjuk az eredményt, hogy szétzilálódik szó szerint, és a hidrogént tulajdonképpen eltűnik ezekből az ételekből, tulajdonképpen nem élő, hanem halottá válnak ezek az ételek és ezek a vizek. Illetve ami a fontos, a szervezetünkre gyakorolt hatása pedig nagyon-nagyon káros lehet. Amint említettem, hogy ami most a csapból folyik víz, ugye ez egy rendezetlen szerkezet. Mit jelent az, hogy rendezetlen szerkezet? Ami például a berlini csapvíz is a képen, ahogy látszódik. Ez nagyon egyébként fordított, tehát ugye ami a lényeg, hogy minél nagyobb a város, ahol élünk, annál rendezetlenebb lesz a szerkezet. Mert ugye a vízeket kezeljük, mivel ugye csak a vezetékes rendszerekben ugye meg kell, hogy tisztítsa az adott vízmű azt a vizet. Illetve ami a fontos, hogy hosszú úthálózatokon utaztatjuk a vizet, és ettől törik szét a víznek tulajdonképpen a szerkezete. Ezt ugye speciális laborkörülmények között meg lehet ma már nézni, hogy mondjuk itt Szegeden milyen a víznek a szerkezete. A berlini ugye ez egy nagyon-nagyon széttört, például a londoni, párizsi ugyanilyen nagyon-nagyon csúnya, felismerhetetlen alakzatú egyébként. Mellette érdekes, hogy az ambivalencia a Ganges folyónak a szerkezete látható. A Gangesről ugye tudni kell, hogy a Ganges, ugye tudjuk róla, hogy a Ganges ugye ezt szent helynek gondolják az ottani kultúrát, és imádkozni járnak. Az ima ereje, hogy mire képes, hogy nagyon szép lótusz virág alakú a Gangesnek. Annak egy milyen koszos is rendezetlen. Emoto egyébként a nagyon különleges kísérletet is nézett erre vonatkozólag, hogy
Japánban egy nagyon szennyezett tavat nagyon sokan körbeálltak, egy buddhista szerzetes vezetésével másfél órán keresztül imádkoztak az emberhez, és megnézték előtte a víznek a szerkezetét, és utána megnézték. És utána ugyanilyen nagyon szép lett a rendetlen struktúra, tehát egy nagyon-nagyon sokat jelentett a gondolati energia, amit küldtek azok az emberek a víznek. Tehát a víz az egy igenis, hogy nem csak H2O, ahogy megtanultuk, hanem egy nagyon-nagyon intelligens és nagyon-nagyon változékony közeg, hiszen a mi testünk 70%-a is víz. Amikor ilyen rendezetlen struktúrát adunk a szervezetünknek, akkor ugye az rendezetlenséget a szervezetnek először helyre kell állítani. Ez nagyon komoly energiaveszteségekkel jár ma már, ezek is mérhető adatok vannak egyébként erre. És ezen az a gond, hogy alapvetően, hogy ezek a rendezetlen szervezetek, ezek a hormonrendszerünk és a nyirokrendszerünket folyamatosan stresszben tartják. Alapvetően egyébként a mindennapokban folyamatos stresszben él a mai ember, igaz? Tehát megyünk az utcán, jön egy mentőautó, elmegy mellettünk, ránk dudálnak például, és ezeket alkalmazkodni kell a szervezetnek. Folyamatos impulzusokat kap a szervezet, és ebből kifolyólag ugye folyamatos stresszben élünk. Tehát a szervezetünkben lévő víz is ugye kérdőjeles, hogy milyen szerkezetű. A sejtjeinkben egyébként alapvetően ugye a testünkben a megosztás a szabad víz és a sejtek között ezen 60-40% arányban oszlik meg. Ez azért nagyon fontos, hogy ez az arányosság megmaradjon a szervezetünkben, mert ez az egészségünknek a kulcsa, mert a mai ember szó szerint dehidratált. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a pillanat, mindjárt forgatunk még egy, mutatok gyorsan egy ábrát, hogy a mai ember bocsánat, nem mutatom meg. Van Magyarországon, tehát nagyon sok betegségnek ez az úgynevezett sejtszintű dehidratáció az oka. Milyen betegségeket értek ezzel? Bocsánat, kéne lenni egy tárgazatot, csak valahogy kimaradt az előadásomból elnézést. Tehát milyen nyugati betegségeket tulajdonítunk ma a vízhiánynak? Ilyen például tipikusan a magas vérnyomás, akkor a cukorbetegség, az asztmatikus tünetek. Ezek mind ott kezdődnek, hogy nincs elegendő vízbevitelünk, és ez az elegendő vízbevitel azzal jelzi, hogy a testünkben élő szabad vizet elkezdi kivonni először az élő szövetekből a szervezet, illetve utána elkezdik a sejtekből elkezdjük kivonni. Ez nem azt mondtam, hogy egy hét alatt történik, ezek hosszú-hosszú folyamatok. Ez azért nagyon fontos, hogy megelőzzük ezeket a folyamatokat, és hogy folyamatosan ígyunk jó minőségű vizeket. Itt hangsúlyozom, hogy ugye az emberek tudják, hogy sokat kéne inni. Tehát ezt mindannyian tudjuk, mert már Csabó is ezt mondjuk, hogy inni. Ezt tudjuk. Ezt azért könnyű mondani egy olyan embernek, pont Baján volt két napon ezzel egy erőt egy előadás, és egy idős néni jelentkezett, hogy ő napi egy pohár vizet iszik. Húha, így néztünk rá, és mondta, hogy nem tud egyszerűen többet inni. Most ennek az embernek én azt mondom, hogy igyon másfél liter vizet, ezzel ő neki nagyon-nagyon rosszat tenni. Tehát a fokozatosság elvét kell ilyenkor betartani, és fokozatosan kell önmagunkat rászoktatni arra, hogy rendszeresen ígyunk egyrészt vizet, és ha már isszük azt a vizet, akkor valami jó minőségű vizet ígyunk, tehát valamilyen struktúrát vagy kezelt vizet ígyunk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban fog tudni a szervezetünk bármit is kezdeni. A rendezett szervezetű vízzel az fogja az egészségünket szolgálni, hiszen azt fog másolódni onnantól a testünkben, és ugye fokozatosan bevezetni. A testünknek az 1/30-át kellene meginnunk ilyen jó minőségű vízből. Ez azt jelenti, hogy egy 60 kilós ember esetében 1,8 litert kéne naponta inni rendezett vízből, hangsúlyozom vízből, és ezen kívül ugye még a kávé, a élelmiszerek, leves, stb. Keresztül még ugye egy csomó folyadékot bekerülni a szervezetünkbe. De ami a lényeg, hogy amit megiszunk, az egy rendezett struktúra legyen, egy rendezett, jó minőségű vizeket próbáljunk meginni. Hát amit mutattam, valószínűleg a szegedi csapvíz sem biztos, hogy szebbet mutatna, mint a berlini csapvíz.
ez most nem a vízműre, az itteni vízműre szólt, szintén nem bántunk senkit, csak per pillanat ugye ezt tudjuk szolgálni. Mert ugye ezt hozta a nyugati civilizáció, mert régen ebben nem volt gond. Hát ott volt a forrás, ott volt a csapvíz, vagy nem volt csapvíz, hanem kútból jött, közvetlen jött ez a víz, most pedig ugye a panelra a 9-re valahogy el kell, hogy jusson, azt pedig nagy nyomással fog eljutni ez a víz. Tehát ez nem valakinek a bűn, hanem egyszerűen szépen a civilizáció hozta a probléma, ami hozza magával a különböző egészségügyi gondjainkat is, főleg, hogyha nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot. Nagyon köszönjük!